Több mint 2000 induló és rengeteg ifjú tehetség mutatta meg magát a Virtuózok harmadik évadában, de csak 9-en jutottak a döntőbe. Hatalmas sikerek, szívfacsaró pillanatok, különleges hangszerek, feszültség és izgalom jellemezték az elmúlt heteket. Miért nem adtatok hegedűt? Igen. Összefoglalva, sztár vagy. A válogatókból továbbjutók elindultak az álmaik útján. És mentek tovább kamarazenei kísérettel az elődöntőkben. Úgy éreztem magam, mint a Gyűrűk urában, te magad egy manó voltál, és elfelejtettük, hogy itt egy ember áll. A döntőben már csak a legjobbak vannak itt. Ők ismét bizonyíthatnak. Elérkezett a nagy pillanat. Kiderül a három korosztályban, melyik versenyző a legtehetségesebb. Művészet, álmok, küzdelem. A zsűri megválasztja a korcsoport győzteseket. Virtuózok, ahol a klasszikus zenei tehetség számít. Hölgyeim és uraim, a Virtuózok házigazdái, Koltai Anna és Bősze Ádám. Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Ez itt a Virtuózok, Magyarország egyetlen komoly zenei tehetségkutatója. Nagy szeretettel köszöntöm itt a közönség soraiban dr. Balogh Zoltánt, az Emberi Erőforrások miniszterét, mindenkit itt a Virtuózok döntőjében és önöket is a képernyők előtt. Jó estét kívánok! Az elmúlt hetekben láthatták a három korcsoport elődöntőjét, ahonnan 3-3 versenyző került tovább ide a döntőbe. Ez azt jelenti, hogy ma is az egyes korcsoportokon belül zajlik a küzdelem, tehát egymással méri össze tudását a három kicsi, a három tini és a három nagy. Nagyon-nagyon fontos állomáshoz érkeztünk ma, hiszen kiderül, hogy a korcsoportokon belül a három versenyző közül ki lesz a győztes. A Virtuózok történetében pedig idén először önök dönthetik el, hogy ki legyen a közönség kedvenc a 27 elődöntős virtuóz közül. Ezt megtehetik az ingyenes applikáción keresztül, vagy pedig SMS-ben a 06 20 30 vagy 70 44 22 999-es számokon. Ha SMS-ben szeretnének szavazni, akkor nincs más dolguk, mint a kedvencük keresztnevét elküldeni. Minden részletet megtalálhatnak a virtuozok.hu oldalon, és hogy ki lett a közönség kedvenc, az a jövő heti fináléban derül ki. Kedves nézőink, ma a versenyzőket a Magyar Állami Operaház zenekara kíséri. Vezényel Medvecki Ádám! És természetesen ma sem maradunk sztár vendégek nélkül, több nagyszerű művész is itt lesz velünk. Olá Kálmán jazzzongorista, Baráti Kristóf hegedű művésszel játszik. Érkezik hozzánk ide a Virtuózok színpadára Lajkó Félix hegedű virtuóz, és fellép még a világhírű trombita művész Szergej Nakárjakov is. És természetesen ma is itt van velünk a Virtuózok öt tagú zsűrije, akiknek ma kell utoljára dönteniük. A műsor végén ki kell mondaniuk annak a három versenyzőnek a nevét, akik a korcsoport győztesek lesznek. Ha kell, kritizál, ha kell, inspirál. Opera fesztiválok lelke, aki a kortárs és a klasszikus zenében egyaránt megtalálja a szépséget. Fontos számára a kapcsolat a legfiatalabb generáció és a komoly zene között. Az Operaház első karmestere, Liszt-díjas érdemes művész, Kesselyák Gergely. Az egyetlen magyar művész, aki egy Stradivari cselló szolgálója és őrzője. Mindennél előbb helyezi a zenei mondanivaló és a zeneszerző gondolatainak megértését és közvetítését. A világ legígéretesebb fiatal zenészének járó díj tulajdonosa, számtalan nemzetközi verseny nyertese, Liszt-díjas cselló művész, Várdai István. Sportolónak készült, de végül a világ leghíresebb operaházainak állandó fellépője lett. Aki a fegyelmezett zenészek világában és a virtuózokban is évről évre a szívével hozza meg a legfontosabb döntéseket. A Kossuth és Liszt Ferenc díjas operaénekesnő, Miklós Erika. Hitvallása, hogy a zene csak is a lélek legmélyebb, legőszintébb érzelmeiből születhet meg. A maradandó értéket, a zene iránti igényességet és alázatot mindennél fontosabbnak tartja. És ezt várja a versenyzőktől is. Liszt Ferenc és Prima díjas zongora művész, Balázs János. Ő az a zsűritag, aki mindent tud a zene történetéről. A hangokról, a stílusokról, a művészekről és azokról a lépcsőkről, melyek a világ legismertebb színpadjaira vezethetnek.
Széchenyi díjas zenetörténész, egyetemi tanár, Batta András. 5 művész, 5 zsűritag, 5 inspiráció. A Virtuózokban ők döntenek a versenyzők sorsáról. Kedves zsűritagok, eddig sem voltatok könnyű helyzetben, de azt hiszem, hogy a mai asztalán még ennél is nehezebb, és ketten még nem voltatok ebben a döntési helyzetben. István, mit tanácsolsz a mai fellépőknek? Ilyenkor szokták azt mondani, hogy ne izgulj, ez a legrosszabb tanács, nyugodtan izguljatok, ez egy természetes állapot. Hallottam egyszer, hogy égnie kell annak, aki lángot gyújtani akar, és ez egy természetes része annak, hogy színpadon állunk. Viszont félni nem szabad, mindenki nagyon szeretettel és figyelemmel és odaadással várja azt, hogy milyen produkció fognak születni. Ez már egy ünnep. Köszönjük szépen! János, most, hogy itt vagyunk a döntőben, élő adásban, változtak-e a döntési szempontjai? Azt kell, hogy mondjam, hogy nincs olyan nap alatt. A minden próbát kiálló technikai perfekció túl tulajdonképpen számomra a katarzis a legfontosabb döntési szempont. Ez az a pillanat, amikor elfelejtem, hogy zsűritag vagyok, és egyszerűen élvezőjévé válok a produkciónak. Hát én nagyon drukkolok minden egyes versenyzőnek, nagyon remélem, hogy ezeket a pillanatokat igazi ajándékként élik meg az élettől, és bízom benne, hogy olyan produkciót fognak tudni nyújtani, ami számukra is nagy örömet jelent. Köszönöm szépen, remélem, hogy a vágyai teljesülnek. Kedves nézőink, abban az esetben, hogyha még nem töltötték volna le a Virtuózok ingyenes applikációját, illetve annak legfrissebb változatát, akkor tegyék meg, hiszen nagyon sok érdekes dolgot olvashatnak a versenyzőkről, és az elmúlt hetekben már szavazhattak a kedvencükre is. Megmutatjuk, hogy a nagyok elődöntőjében ki lett a szerencsés nyertes, és hogy a szavazók minek örülhettek. A múlt héten a nagyok elődöntőjét láthatták. Az applikációs szavazást Bonino Anna Sofia nyerte, és ezzel megkapta a heti közönség kedvenc címet. Az applikáción keresztül a legtöbb szavazatot kapott heti kedvenc versenyző nyereménye egy családi wellness hétvége a Danubius Health Spa Resort akvaszállodában, all-inclusive ellátással, a Neckermann utazási irodák felajánlásával. A heti kedvenc versenyző további nyereménye egy 4 fő részére szóló egésznapos családi fürdőbelépő az Aqua World Resort Budapest Hotel és élményfürdőbe, melyből a szavazók között is kisorsolunk egyet. Ahogy már megszokhatták, adásunkkal egy időben profi segítőik vannak a Facebook oldalunkon, akik kommentálják az est történéseit és beszélgetnek a rajongókkal. Bettina, ma sorsok dőlnek el. Te már voltál ebben a helyzetben, álltál már itt ezen a színpadon. Mit tudnál tanácsolni a mai fellépőknek? Azt tanácsolnám a fellépőknek, hogy élvezzék ki ezt a lehet, hogy utolsó pillanatot, hiszen ma győztesek lesznek, de biztos vagyok benne, hogy aki idáig eljutott, már győzött, és nagyon sokat fogunk még róluk hallani. Köszönjük szépen! Marcel, te is követed a Virtuózok adásait hétről hétre, te a könnyű zene világából jöttél. Melyik hangszert kedvelted meg a leginkább? Hát, aki ismeri az én zeneimet, én nagyon szeretek különleges hangszereket használni ugye a dalaimban, és ezáltal van elég sok hangszer, amit én szeretek, de láttam egy-két viszonylag új ütős hangszer számomra, amit nagyon megkedveltem. Emellett ugye nem szabad elfelejtenünk azokat az embereket, akik megszólítják ezeket a hangszereket, és ott is van egy-két kedvencem már. Nagyon szépen köszönjük, és jó munkát nektek a Facebookon! Mind a 9 versenyző, aki ma színpadra lép, lázasan készült már az elmúlt hetekben, és talán még nehezebb dolguk van ma, hiszen egy egész szimfonikus zenekarral fognak együtt színpadra lépni. Kedves közönségünk, kedves nézőink, húzzuk még? Nem, szerintem már nem. Hölgyeim és uraim, kezdődjék a verseny, jöjjenek a kicsik! Simics Alexander a válogatóban annyira elbűvölte a játékával Várda Istvánt, hogy neki adta felbecsülhetetlen értékű Stradivari csellóját, sőt még a kis hegedűjét is. Az Ausztriában élő kisfiú az elődöntőben is elbűvölte a zsűrit. Az, hogy szóló cselista legyek, hát lehet, hogy egy zenekarba játszani, meg azért tanítani is akarok majd később. Mindegy, hogy nagy vagy kicsi közönség előtt játszom, mindig a legtöbbet kell adnom belőlem. Én nagyon büszke vagyok a fiúm.
Az én édesapukámmal szoktunk az ő örömzenéni együtt. Vele nagyon jó, ő mindig figyel rá, hát én is szoktam rá figyelni, de ő inkább rám. Szuper! Egy nagy álmom volt, hogy szimfonikus zenekarra játszhassak, bár mindenhol, nekem mindegy, hogy hol, de valahol, és ez most teljesült, szuper volt. Az ember, hogyha egy szólistát kísér, akkor föl kell adnia önmagát, és az ő hullámhosszára kell állni, és azt a tempót, azt a kifejezést kell átvenni. Érzékenyebb kis műszer a gyerek, még jobban rászorul arra, hogy az ember egy tekintettel, továbbvivő mozdulattal őket helyre tegye, és lássák azt, hogy két kézzel védve vannak valahogy. Hát össze kell szokni, nagyon jó, nagyon jó. A Virtuózok színpadán Simics Alexander.
Ennek milyen rock and roll vége volt? Fantasztikus, igazi férfi munka volt. András kezdte az értékelést. Hát hadd gratuláljak én először a zsűri nevében. Olyan vagy, mint egy ilyen kis csoda ember, aki egy varázsszőnyegre fölülve, itt hullámzik végig a termet, tehát jön belőled egy impulzus, és akkor az mindannyiunkat elér. És hát nagyon örültem, hogy Popper mesternek a darabját választottad, aki nem egy, de több Liszt rapszódiát is meghallgatott, mielőtt ezt a darabot írta volna, mert jó néhány téma ott is föltűnik. És hát nem tudom, hogy tudod-e, hogy 27 éven keresztül ő volt a Zeneakadémiának a cselló tanszékének a vezetője, és azt kérték csak tőle, hogy tanuljon meg magyarul, és változtassa meg a nevét, mert hogy ő cseh származású, és akkor azt mondta, hogy hát magyarul megtanulni nem fogok tudni, azt nem ígérem, de nem emiatt nagyon szívesen megváltoztatom. Hát kedves mester, és mire változtatja meg? Hát Popperról Poprikára fogok magyarosítani. Úgyhogy ez a Poppernek a magyar zenéje. Gratulálok szeretettel, nagyszerű voltam. Alexander, ismét nagyon nagyot alakítottál, és én nagyon büszke vagyok rád, és azért az érzelmi intelligenciáért és empátiáért, és ahogy figyelsz, és ahogy ki tudtál törni magadból, én nagyon tisztellek. Úgyhogy nagyon köszönjük szépen, hogy ezt ismét ilyen szépen eljátszottál egy darabot. Köszönöm szépen. Ugye az, hogy én a végére azt mondtam, hogy ennek ilyen rock'n'roll vége volt, az persze nem teljesen zenetörténeti, rendesen ilyen helytálló fogalom, de hogy nagyon sok különböző szakasz van ebben a műben. Vannak trükkös részek, ez a nagy áródó dallam, meg ez a végén ez a virtuóz. Neki hozzád melyik áll ezek közül közel? Hát én egyébként az egész darabot szeretem úgy, ahogy van, nekem ez így tetszik. Nagyon jó, igen, de hogy melyikben érzed legjobban magad? Hát mondjuk a második lassú rész az nagyon szép. Tehát inkább az áll közelebb, hogy ilyen áradó dallamokat játssz. És jó volt itt most? Jó volt nagyon. Igen, ez látszott és hallatszott. Köszönöm a zenekarnak. Köszönjük szépen, gratulálok. A kiskomlói zongoristától Remenyik Balázstól már láthattuk, hogy mennyire játékosan tud előadni egy darabot szólóban. Most megmutatja, megy ez neki könnyedén egy egész szimfonikus zenekarral is. Anyámmal, apámmal és a tanárnőmmel Mennyimor Eszné Schmidt-Ildikóval sétáltunk így az operaház körül. Hát eleinte ugye csak az épületet néztem, de utána már ugye azok a gondolatok is jöttek, hogy vajon milyen lesz a zenekari próba. Nagyon vártam is, mert még sosem játszottam ilyen zenekarra. Ugye a tanárnő úgy készített fel engem, hogy figyeljek a zenekarra is, meg hogy ki legyenek játszva a hangok. Hát a tanárnőmmel ugye nem csak zongorázni, hanem például táncolni is szoktunk, hogy jobban érezzem a ritmust. Balázsnak különösen fontos a zenén kívüli, a zongoránál töltött időn kívüli tevékenység. Ezáltal még jobban feloldódik. Hát az elején nagyon izgultam, tényleg. Nem is tudtam megszólalni, de utána, amikor már ugye a zenéről van szó, akkor már így feloldódik az ember, mert csak élvezni kell. Hogy bekerültem a döntőbe, nagyon inspirált, hogy még többet és jobban odafigyeljek a dolgokra, és hogy többet gyakoroljak. Meg az is inspirált, hogy ugye az utcán már így felismertek,
meg így gratuláltak, és ez így jól esett. Az a lényeg, hogy kiálljak arra a jó kis színpadra, és hogy játszok egy jót. A Virtuózok színpadán Remenyik Balázs. Thank you.
Ezt nevezem. Ilyen finoman játszottál, nagyon tetszett. A fogadatok sok igazán. Neked szól. János, ha jól tudom, te kérsz most szót. Igen, igen. Szeretettel gratulálok, Balázs. Nagyon-nagyon szép produkciót nyújtottál, és nagyon drukkoltam érted, mert tulajdonképpen, sőt, egészen bizonyosan te vagy az egyetlen egy zongorista a 9 döntős közül, úgyhogy te képviseled itt a fiatal zongorista társadalmat, és milyen jó, hogy így van ez, a tehetséged egyértelműen bebizonyította, hogy itt a helyed. Nagyon örülök a darab választásnak, ugye Johann Christian Bach, a nagy Bach családnak a tagja, és egy hát nem átlagosan minden nap hallható versenymű ez. Gyönyörű szép arányérzékkel nyújtál le ez a darabhoz. Nagyon komoly gondolkodásmódot sugall az az attitűd, amivel játszol. Nagyon jó együttműködés volt a zenekarral. Kiváltképpen gratulálok, nagyon kommunikatív volt, nagyon sok beszédes elemet bele tudtál vinni az előadásmódba, kérdez, felelek volt a bal kéz, a jobb kéz, a frázisok, nagyon lekerekített, globálisan összeszedett produkció volt, és az a pár bizonytalanság az el fog múlni a rutintól, viszont a tehetséged azt szárnyalni fog a jövőben. Gratulálok! Köszönöm szépen! Te hogy értékeled a saját produkciódat? Én élveztem, és ez a lényeg. Egészen pontosan. Köszönöm szépen. Gratulálok. Köszönöm szépen. A buszakra, amire hegedű játékától az egész zsűri elérzékenyült. Kesaják Gergely szerint angyalok szálltak át a stúdión. A kislány keze alatt a hangszer valósággal énekel. Ezúttal egy spanyol szimfóniát. Ellopták a kis virtuózos hegedűmet, ezt a krimit mindig a barátnőmmel és a testvéremmel szoktuk eljátszani. Mindig csak itt Németországban szoktuk, mert Magyarországon nincs ott a barátnő. Itt Németországban egy kicsi városban, Laudenbachban lakunk. Szoktam zongorázni, mert minden hegedűsnek is kell zongorázni tudni. Szoktam komponálni, de a testvéremet is szoktam kísérni. Amira nagyon sokat jelent nekem, mert nagyon is szeretem, meg nagyon jó testvér. Sokat játszunk együtt, majdnem csak Amirának mondom a titkaimat, mert ő benne bízom, meg mindig együtt megyünk az hegedű órára. A célom az, hogy Amira egészen magas szinten professzionálisan játszon, amihez idő kell, és persze türelemre is szükség van, amiből lehetne egy kicsit több is. Amira hihetetlen gyorsan tanul, mindent megjegyez, és sokszor még számomra is meglepő, milyen kiválóan tudja alkalmazni a korábban megtanultakat. Nagyon sokat támogatott a Máriám, és neki is köszönhetem, hogy a döntőbe vagyok, és azért játszom neki is egy picit a darabomat. A virtuózok színpadán Abu Zahra Amira. Thank you.
Azért lát... Ezt a sikert az ember nem szívesen szakítja meg, de hát azt kell mondjam, hogy látom a múltkori túrógombóc, amit tőlem kaptál, az jót tett. Hallható volt. Halljuk a zsűrit. Na, ki szeretne, van valaki? Hát ugye ez az, amit nem nagyon hiszünk el, vagy alig hiszük el. A nézőknek mondom, hogy Lalo spanyol szimfóniája, ez egy becsapós cím, ez egy nagyon-nagyon komoly hegedű verseny. És hát ugye pont ez az, amit csodálunk Amirában, már itt műsorok óta, hogy nem úgy játszik, mint egy ügyes vagy tehetséges gyerek, hanem úgy, mint egy nagyon-nagyon komoly hegedű művész, olyan kifejező erővel, és aki pedig nem látja az angyalkáit, az csacsi. Erika. Amira, ma este királynő vagy. Vagy legalábbis, amíg játszottál, egy királynő voltál számomra. Elképeszt, hogy csak 11 éves vagy, és tényleg ezt a mediterrán spanyolos hangulatot minket megszégyenítő módon prezentáltál, adtál elő. Szóval egyszerűen csak leborulok előtted, mint egy alattvaló, miközben most egy kislány van, vagy aki nagyon örül annak, hogy tökéletesen eljátszotta ezt a darabot. Gratulálok! Köszönöm! Úgy magam előtt van, ahogy hazamentél, és azt mondtad, hogy már pedig én ezt a darabot akarom játszani. Így volt? Úgy is, de nem. De azért is választottam, mert temperamentumos, és nagyon szeretem a lendületet. Igen, meg láttam, ott van egy-két részben, amit jól meg tudsz húzni. Az melyik? Amikor ott a G-húron, azt ott mindig olyan nagyon jól, erőteljesen szereted játszani, nem? Igen. Akkor eltaláltam. Hát fantasztikus volt, én is nagy rajongód vagyok már. Hölgyeim és uraim, Abu Zakra Amirát hallották. Gratulálok! Kedves közönségünk, kedves nézőink, ez volt tehát a kicsik döntője. Szimics Alexander, Remenyik Balázs és Abu Zakra Amira megmutatták már, hogy mire képesek szimfonikus zenekari kísérettel. Még 6 versenyző van hátra, de most jöjjenek mai első sztárvendégeink, Olá Kálmán zongoraművész és Baráti Kristóf hegedűművész. Ezt a duót most először láthatják így együtt a Virtuózok színpadán. Egy jazz zongorista, aki sajátos zenei világával összeköti a klasszikus zenét, a jazzt és a magyar folklort. Egy hegedűművész, aki 8 évesen lépett először színpadra szólistaként. Liszt Ferenc díjas zongoraművész, aki újra hangszerelte Bach, Bartók és Debussy műveit. Liszt és Kossuth díjas művész, nemzetközi hegedűversenyek többszörös díjazottja. Azért fontos a klasszikus zene, mert ez az a műfaj, ami örökértékű, és minden más zenében jelen van. Klasszikus darabok igazán jó előadása, az úgy hangzik, mint egy improvizáció. Tehát akkor jó az előadás, hogyha úgy hangzik, mint hogyha most születne. Én azt hiszem, hogy a lényeg az nem a rangsorolás egy ilyen versenyben, hanem a lehetőség arra, hogy egyrészt a gyerekek megmutathassák, hogy mit tudnak, és hogy a közönség talán belelásson egy kicsit jobban egy olyan világba, amiben egyébként nem tudna belelátni. A Virtuózok színpadán Olá Kálmán és Baráti Kristóf. Thank you.
Kálmán, láttam, lelkes a közönségünk, nektek szól. Szóval köszönjük, ez nagyszerű volt, és hát az az igazság, hogy láttam a Kottát, és ott volt, hogy Bach, Olá, ez azért egy ilyen jó páros. Te hogy érezted magad a mester társaságában? Merész vállalkozás volt, de azt hiszem, hogy ebben az igazán izgalmas az volt, hogy egy ilyen fantasztikus hegedűművészre játszhatok együtt, mint Baráti Kristóf. Aki, ahogy látom, szereti a jazzt. Én imádom a jazzt, csak állítólag a hegedű nem jazz hangszer. Egy darabig nem, most már igen. Nagyon szép, és végre játszottál cselló szvitteket is, nem? Köszönjük szépen, gratulálunk nektek. Köszönjük. A Virtuózok döntőjében eddig három nagyszerű produkciót láthattunk a kicsiktől, de hátra vannak még a tinik és a nagyok.
Megéri küzdeni a győzelemért, hiszen a korcsoportok győzteseire és a virtuózok fődíjasára komoly nyeremények várnak. Jó estét kívánok! Ez a Virtuózok döntőjének második része. Az első részben a kicsik Abu Zakra Amira, Remenyik Balázs és Simics Alexander két kápráztattak el bennünket. Ma este a versenyzőket a Magyar Állami Operaház zenekara kíséri. Vezényel Medvecki Ádám! Kedves nézőink, 6 versenyző még hátra van. Folytassuk a versenyt a Tinikkel! Nagy Zoli a Pécsről érkezett klarinétos fiú, annak ellenére, hogy még csak 17 éves, sok mindent átélt már az életben. Ezeket az érzéseket adja vissza a játékával ma Weber egyik művén keresztül. A zene az életemben egyfajta megnyugvás, egy olyan dolog, ami megvigasztal, ami segít nekem. Alapjáratban vidám karakterű srácnak tartom magamat, ugyanakkor ott van ez az érzelmi karakter is, hogy át tudjam adni azokat az érzelmeket a családomnak, barátoknak, meg tudjam érteni őket. Nagyon jó barátokra találtam itt a suliban, mindig ott voltak nekem, nagyon szeretem őket. Én Zolit egy nagyon jó barátnak tartom, mert korához képest nagyon érett, és még én is nagyon sok mindent meg tudok vele beszélni, és nagyon sok mindenben segít nekem. Nagyon őszinte, ami szerintem nagyon fontos. A foci úgy van az én szemléletemben, hogy egész héten ott állok a gyakorlóteremben, és fújom a hangszert, és néha sokkal jobban esik az, hogy ki tudom kicsit adni magamból a stresszt. Az Zoli egy nagyon különleges egyéniség. Talán a legnagyobb erénye a kitartása. Nem csak klarinétból, hanem fociból is egy ász. Sokoldalú személyiség és egy remek barát. A legtöbb klarinétos életében ez a Weber Klarinét verseny egy mérföldkő, és az én életemben is egy mérföldkő. Ezzel egy álom vált valóra, hogy szimfonikus zenekarral játszhatok. Ezt csak nekik köszönhetem, a tanáromnak, a barátaimnak és a nevelőszüleimnek. Nekik is játszom ezt a darabot. Virtuózok színpadán Nagy Zoltán. Thank you.
Bravo, mester! Na most már fújhatsz egy nagyot, nem mint hogy eddig nem fújtál volna nagyot. Drága zsűritagok, Erika, látom, hogy alig várat, hogy beszélj. Igen, alig várom, mert nagyon szeretem Zolit. Annyira megszerettem, hogy nem is tudom, vagy könnyekkel, vagy ilyen örömódákban kitörő nevetéssel tudnám kifejezni. Azért, mert ahogy te mondtad, hogy téged megnyugtat a zene. Engem az nyugtat meg, hogy ilyen 17 éves fiatalember van, vagy ilyen fiatalok vannak, akikkel bátran mehetünk a jövőbe. Tehát abszolút példaértékű vagy, hiszen olyan mélységből indultál és repültél magasba azáltal, a zene által, a zene segítségével, ahova nem is tudom, határtalan. És ezek a finoman cizellált mélységek, lelki kifejezések a hangszereden keresztül egyszerűen hihetetlen. Tehát gyönyörűen játszottál, elegáns voltál, még akkor is, hogy ott volt az a kis malac a díszsebkendőt helyén. Ez nagyon elegáns. Nem, de tehát a lényeg az, hogy egyszerűen boldog vagyok, hogy én ezt hallhattam, és nagyon remélem, hogy a jövőben is sokat foglak hallani. Köszönöm. Produkció kapcsán szívesen elmondanám a nézőknek, hogy ugye többször fölemlegettük, hogy a zene és a zenélés kommunikáció. Kommunikáció intellektusok között, kommunikáció lelkek között, és ennek a produkciónak, amit most hallottunk, azt gondolom az egyik legfőbb erénye, hogy elképesztően beszédesen játszottál. A nézőknek, ha mondom, aki nem érti a zenét, az is úgy érezhette, mintha beszélne hozzá, Zoli. Nagyon gratulálok. Köszönöm. Na Zoli, malac ide, malac oda, neked mi a véleményed a saját produkciódról? Hát szerintem egész jól sikerült. Szerény. És az, hogy ez nekem nagyon tetszett, hogy úgy nagyon mozogtál, tehát hogy benne voltál az egészben. Ez tudatos, vagy pedig ezt a zene hozza ki belőled? Hát igazából ez csak így jön. És még egy malacot is cipelsz magad. Nagyon szépen köszönöm, gratulálok. Köszönöm. A virtuózok történetében először jutott be ütős hangszerrel egy lány. Ilas Gyöngyvér a válogatóban marimbát, az elődöntőben pedig vibrafont szólaltatott meg csodálatosan. Ma xilofonon játszik, ezzel egy újabb hangzásvilágot ismertetve meg velünk. El sem tudtam képzelni, hogy én egyszer itt leszek, és nagyon furcsa benne lenni, egyáltalán nem olyan érzés, mint hogy az ember elképzelni. Nehéz felfogni, hogy mi történik, még talán most sem tudom. Nagyon remélem, hogy ezek a barátságok nagyon sokáig fognak tartani, és igazából ezt nem alaptalanul gondolom. Szóval azért az ember ennyi idősen már kicsit érettebb, ennyi idősen már komolyabban veszi a barátságait, és komolyabban is beszélget a barátaival. Igazából azért szerveztek neked ezt az egészet, Bibi, mert nagyon büszkék vagyunk rá, hogy tovább jutottál, és tudjuk, hogy nagyon el vagy foglalva mostanában, és fáradt vagy. Úgyhogy most beatboxoljatok egy picit. A beatbox az magyarul szájdobolást jelent, elég szabad műfaj, és nem csak a klasszikus dobhangokat adjuk ki, hanem már ilyen mindenféle elektromos hangokat próbálunk utánozni. Úgyhogy ez egy ilyen kis kikapcsolódó műfaj lényegében. Azért érdekes, és azért is szeretem ezt a darabot, mert elég virtuóz, gyors részek vannak benne, és van egy középrész, ahol meg szép finoman kell játszani, szépen meg kell formálni. Úgyhogy ez egy olyan darab, amin sok mindent meg lehet mutatni igazából. A virtuózok színpadán Nyilas Gyöngyvér. Thank you.
magad. Nagyon szépen köszönöm, végre egy olyan hegedű mű, aminek a címében ütőhangszer van, ugye, András? Így van, ez vicces darab, mert ugye a szerzője az egy nagy hegedűs volt, ugye Fritz Kreisler, és egy olyan kínai hangszert utánzott, ami egy csörgődob, tehát ugye teljesen más hangszer, és most te visszafordítottad az ütőhangszerre, de mégis más ütőhangszeren játszottad, aminek szerintem Kőbányától Pekingig mindenki borzasztóan örült, aki kínai, de nem csak a kínaiak örültek, hanem mi is nagyon örültünk, mert sikerült megvalósítanod azt, amit az előzetes interjúban mondtál, tehát hogy mi az, amit ugye oda kell pörkölni és csörgetni, és a középrésze meg megejtően szép volt és finom volt. Nem is gondolná az ember, hogy ezen a hangszeren ilyen legátókat lehet játszani, ilyen éveket lehet játszani, úgyhogy teljesen elvarázsoltál bennünket, köszönjük szépen, és nagyon örülök, hogy az ütő hangszereknek a becsületét itt a virtuózokban is meg tudtad mutatni. Köszönöm. Köszönjük szépen! Ez egy nagyon-nagyon szép dicséret volt. Mielőtt még magadat értékelnéd, az a fehér dolog, ez micsoda? Nem, nincs ráhírva semmi, úgyhogy nem tudom. Ez egy bizonyos tigris tapasz. Tigris tapasz. Igen, ez a hivatalos neve, és ez azért van rajta, mert kezd kialakulni egy inhüvel gyulladás a kezemen. Ó, az komoly dolog. Ezzel azért óvatosan. Igen, elég fájdalmas. És te hogy értékeled egyébként a saját? Én nagyon jól éreztem magam, nagyon vártam már, egész novemberre vártam, hogy játszak. Igazából jól is sikerült, úgy érzem. Mindig van egy kicsi, ami még hiányzik belőle, de... Nem már. De jól sikerült. Örülök neki. Gratulálok. Köszönöm. A Kolozsvárról is érkezett kis Rádu hegedűjátékával nem csak a tehetségét, hanem a humorát is képes megmutatni. A zsűri tagjai szívesen ellátogatnának egy fellépésére is, ahol a mindig örömmel színpadra lépő fiúnak egészen biztosan bekerülne a repertoárjába a most következő darab is. A nagymamának nagy szerepe van, hogy tudjak a virtuózokba fellépni. Ez egy nagy dolog, nagyon sokat tartott, és nekem ez nagyon sokat számít. Én mindig fogom neki köszönni ezért. Most egy olyan lépés következik, amire nagyon oda kell figyelj. Én bízok benned, és főleg a kis lelkedben, te nagy, meleg lelkecskédben mesélsz a közönségnek. Mesélek. Akkor vedd innen, kérlek szépen. Jó. Édesanyukám játszik a román operában, a zenekarban, mindig segít. Mostanában mondtam neki, hogy hagyjon már egy kicsit, de nem rossz indulatból, hanem azért menőttem, és már azt hiszem, hogy normális, mindenki, aki nő, nem még kéne olyan nagyon az anyukája segítség. Bravo, nagyon jó volt. Igen, köszönöm szépen. Sok sikert. Köszönöm. Ennek a darabnak akkor jó hallgatni, mikor egy jó tempója van, akkor a legeffektusabb. És akkor a közönség jól tud figyelni, és akkor tudunk jól mesélni. Virtuózok színpadán, Kis Rádó! Thank you.
Mindenit. Ezt nevezem. Ez ilyen férfias dolog volt. Na, mit mond a zsűri? Hát bravo, bravo, bravo. Hihetetlenül erőteljes, intenzív. Minden egyes hangot úgy éreztem, hogy megéltél. Nagyon sokat gyakorolhattad ezt, és most le kell, hogy arasd a gyümölcsét, mert ez egy nagy munka. És hát ugye hát ez meg egyértelmű, hogy a személyiséged az egész egyszerűen magával ragadó. Az embernek mosolyognia kell az első perctől kezdve, hogy fellépsz a színpadra. Ez a nagybetűs tehetség, amiről egyébként Sosztakovicsnak van egy nagyon érdekes mondása, és szintén megmosolyogtató, miszerint a tehetség olyan, mint a pénz. Az embernek vagy van, vagy nincs. Hát neked van, gratulálok!
pontosan ez, hogy csomó mindent meg lehet venni manapság, viszont ezt az érzetet és ezt a tehetséget, amit te átadsz, ezt nem lehet megvenni. És remek volt, és te akkor is tetszel, azért ezt mint nem kritika, csak úgy még megemlítem, akkor is tetszel, amikor nem akarsz tetszeni. Köszönjük szépen a zsűrinek! Ez a darab, vagy ez a tétel nem igazán arról híres, hogy olyan nagy szívhez szóló dallamok legyenek benne, viszont tényleg ilyen erőtől duzzadó. De azt mondd meg, hogy miért ez áll most hozzád a legközelebb. Igen, de egy nagy feszültség darab, és fenntartani és fokozni egy nagyon-nagyon nehéz és kihívás. Ez tény, meg hát ez feszültséget tartani, szerinted most a nagy, milyen feszültségeket él át? Nagy feszültség azért így az elejétől végig, nagyon kell koncentrálni. Nekem így mondtak a tanárok is, tehát a tanárok, Kolozsvár is mondta, hogy ez egy nagy feszültség. A darab. Nagy feszültség. Igen. Gratulálok, köszönöm szépen! Köszönjük, hogy itt voltál velünk! Hölgyeim és uraim, kedves nézőink, a Tinik döntőjének három versenyzője, Nagy Zoltán, Nyilas Gyöngyvér és Kis Rádu megmutatta, hogy mit tudnak, és hát közülük kiválasztja a zsűri ma azt az egy tehetséget, aki megnyeri a korcsoport döntőt. Hát, tisztelt zsűritagok, nem lesz könnyű dolgotok. Ne feledjék, ma önök dönthetik el, hogy ki legyen a közönség kedvenc. Az elődöntőkben szereplő 27 fiatal virtuóz valamelyike lehet az. Ezt kétféle módon tehetik meg, vagy az ingyenes applikáción keresztül, vagy pedig SMS-ben. A 06 20 30 vagy 70 44 22 999-es számon. Nincs más dolguk, mint a kedvencük keresztnevét elküldeni. És hogy ki lett a nyertes, az jövő héten a fináléban derül ki. És a nagyok korcsoportja előtt következik megint egy érdekes produkció a Virtuózok színpadán, Lajkó Félix. Besorolhatatlan stílus. Egyedi hangzásvilág. Utánozhatatlan virtuózitás. A Liszt Ferenc díjas vajdasági hegedűművész, aki játékával lenyűgözte az egész világot. A legjelentősebb brit világzenei magazin legjobb művészedíj idei jelöltje. Én soha nem játszottam nagyon sok úgynevezett komoly zenét, de viszont nagyon szeretem hallgatni, meg meríteni belőle, meg ilyesmi. És hogy milyen lesz a jövő generáció, szerintem biztos, hát mindig az szokott lenni, hogy még jobb, még jobb, még jobb, vagy legalábbis más. Egy igazi földműves ember mondta nekem, hogy ő szokta nézni ezt sűrűn, és hogy néha könyv szökik a szemébe. És szerintem ez így is jó. A Virtuózok színpadán Lajkó Félix.
Hölgyeim és uraim, a virtuózok színpadán Lajkó Félixet látták és hallották. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Lajkó Félix! Köszönjük szépen! Hölgyeim és uraim, most folytatódjék a verseny a nagyok döntőjével. Kristóf Réka Komárnóban született, Münchenben tanul, és Budapestre jött a virtuózok miatt, úgyhogy számára nincsenek határok. A zsűri szerint azonban már az éneklésében sem. A családomtól és a felvidéktől elég távol élek. München szélén, a vőlegényemmel egy icipici lakásban. Akkora káosz uralkodik a naptáramban, hogy már meg sem próbálom megjegyezni azt, hogy mit csinálok másnap. És általában, amikor kikísér a villamoshoz, akkor általában még megbeszéljük, hogy mikor tudunk találkozni, tudunk együtt ebédelni. Az August Everding Színi Akadémián tanulok opera szakon. Kovalik Balázs foglalkozik velünk szerepformálásban, illetve hát ő is rendezi a darabokat, amikben szerepelünk. Értékeli, hogy sok mindent kap, és nem csak, hogy bírja, hanem igényli a sokféleséget. Mindenkivel könnyű dolgozni, aki akar, és ő ilyen. Ezt a pályát szeretné, ezt a pályát akarja. Azért énekelek, mert ezt tudom csinálni. Viszont, hogyha van több napom, akkor rögtön hazautazom, mert nagyon hiányzik a családom és az otthon. Büszke voltam, de féltettem, hogy elmegy olyan messzire közül, hogyha győztesként végezve, az is nagyon nagy boldogság volna, de ez is az, ameddig már most eljutott. A virtuózok színpadán Kristóf Réka.
hideg futkorászott a hátamon. Zsűri. Hát igen, az enyémen is, és most kedves fiatal művésznő, vedd úgy, vagy vegye úgy, hogy kimegyek és egy kézcsókot adok ezután, mert talán a kedves nézők nem is mindannyian tudják, hogy ez az egyik legnehezebb dal, egy rövid dal, ahol rögtön a csúcson kell kezdeni, és végig ezzel az intenzitással egy nagyon kellemetlen, magas fekvésben énekelni, és hát visszaadni ezt a fantasztikus tavaszi áldozatot, mert ugye arról szól Richard Strauss-nak ez a dala, hogy az Adonis átváltozik, ugye az élőből halott lesz, és a véréből lesznek aztán a piros virágok, ahogy énekli Heine költeményére az énekes ebben a csodálatos dalban. Azon kívül, hogy hát boldog vagyok, hogy Richard Strauss műve is elhangzik a Virtuózokban, és hát a legnagyobb elismeréssel tudok csak nyilatkozni, és így adom át Erikának a szót. És én boldogan veszem át, Réka, mert először is gratulálni szeretnék a bátorságodhoz. Ez körülbelül olyan, mintha most valakinek az Éjkirálynő második áriájával kellett volna Mozart varázs vólájába kiállni. Szóval Richard Strauss nagyon nehéz énekelni, mindenféle szempontból kifejezni is, tehát nagyon sokat kíván, kifejezésben is, hangilag is, technikailag, mindenhogyan. Hát köszönöm szépen, tökéletes volt. Nem tudom, tökéletes volt, és itt lútbőröztem, és boldog vagyok, hogy itt lettek, és ilyen közelről érezhettem ezt a saját bőrömön. Gyönyörű volt. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Az az igazság, most hadd áruljak el egy kulisszatitkot, illetve nem is én, tehát húzzunk 21-re egy lapot. Réka azt mondta nekem a délelőtti próbán, hogy ne álljak azért olyan nagyon közel. Miért is? Nagyon-nagyon-nagyon beteg vagyok. Betegen ilyen produkciót, Réka, tényleg a legnagyobb elismerés. Köszönjük. Nagyon szépen köszönjük. Lukács Gergely bebizonyította, hogy a tuba csodálatos szólóhangszer, amely már sok minden átsegítette. Ahhoz azonban, hogy ideig eljusson, más is segített neki. A kedvesemmel 2,5-2,3 éve vagyunk egy pár. Nagyon fontos számomra, hogy legyen egy olyan személy az életemben, akinek elmondhatok mindent. Segít átállítani az ilyen akadályokon, és ezt megtaláltam benne. Az első pillanattól kezdve nagyon bízunk egymásban. Ez egy nagyon mély kapcsolat, olyan, mint egy mese. Először azt fogott meg, hogy ő egy fantasztikus zenész. Aztán, ahogy szépen lassan megismertem, rájöttem, hogy nem csak zenészként jó, hanem jó ember. Bejutni a döntőbe hatalmas nagy megtiszteltetés. Sokkal többet kell készülni egy döntőre, hogy tudjak úgy teljesíteni, hogy lássák nézők is, hogy megérdemelt jutottam be a 9-ből a 3-ba. Tubásként nagyon kevés darabot tudok választani, ezért most úgy döntöttem, hogy cselló irodalmából választanék egy darabot. Hoppá. Ahhoz, hogy átírjam, rengetegszor meg kell hallgatnom, hogy szól ez kifelé, ugyanis a kottában nem mindig jön át az, ami kifelé szól, és ezt próbálom visszaadni tubával. Versenyekkor én tényleg nagyon nehéz eset vagyok, nagyon nehéz lehet engem elviselni, ugyanis hajlamos vagyunk befordulni és csak magammal törődni, nem figyelek másokra, de a párom ilyenkor is kitart mellettem, mindig is segít, és ezért egy szerelmi vallomással szeretnék neki kedveskedni. A Virtuózok színpadán Lukács Gergely.
szépen. Hölgyeim és uraim, kedves közönségünk, azt gondolom, hogy a tubán hallható egyik legszebb szerelmi vallomást hallották. János. Gyönyörű szép volt, egészen varázslatos, intim, magával ragadó. Azon gondolkodtam, hogy ha becsukom a szememet, akkor nem is egy tubát képzelek el magam elé, hanem valami meghatározhatatlanul szép, sejmes hangzást. Ez egészen döbbenetes, hogy tudod elérni. Én nem is tudom, el sem tudom képzelni, de hatalmas nagy tisztelője vagyok. És itt egy gyönyörű szép szerelmi vallomást hallottunk valóban. Tudod, tapasztalatból tudom mondani, hogy az az ember, aki megtalálja élete párját és élete hangszerét, az nagyon boldog ember. Kívánom, hogy nagyon sokáig maradjon neked ez az édes kettősség az életedben. Gratulálok. Minden egyes alkalommal egy tényleg emberfeletti teljesítményt nyújtasz, és tényleg ez teljesítménynek is felfogható, és egyben művészet is. És ez a nagyon nagy dolog számomra. Ez a cellón is az egyik legnehezebb tétel, koncertó tétel, amit írtak, és teljesen elfelejtetted velünk azt, hogy ez most milyen hangszer, pontos az, amit János is mondott, hanem egy teljesen más világba vittél el minket. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Azt azért tudom, hogy egy ilyen intenzív fújás után beszélni mondjuk elég nehéz. Így van, semmi elég kellemetlen. Igen, nyelvtörőt nem fogok kérni. De hogy jól hallottam én, vagy csak rosszul, hogy mintha valahol ott két szólamba játszottál volna? Így van. Valahogy muszáj volt imitálnom a cselló kettős fogását, úgyhogy... De azt hogy? Hát egyszerre brűzöltem, és egyszerre... És kicsodáltál? Brűzölés, ez a technika, amivel fújjuk már a tubát. Tudom, igen. És közben bele dünnyögtem a torkomból egy hangot, és így jött ki ez a kettős. Akkor fogás. Jól hallottam. Ezt nevezem, ez egy technikailag, ez gondolom valami nagy bravúr. Szóval igen, tehát ez mennyire volt intenzív érzelmileg? Ez ilyenkor mennyit vesz ki belőled? Hát inkább érzelmileg vesz ki sokat, mint testileg, szóval... Ilyen a szerelem. Meg a tubázás is. Nagyon szépen köszönöm, gratulálok. Köszönöm szépen. Béri Benjamin minden fordulóban megfogadta a zsűri tanácsait, és ezzel az önbizalma is nőtt. A tenor ma egy újabb oldalát mutatja be nekünk. Koncert előtt mindig beskálázok, és hogyha muszáj, akkor be is olajozom egy kicsit a hangszert. Mostanában a trombita eléggé háttérbe szorult, de mindig, ha van egy kis szabadidőm, akkor igyekezem elővenni, mert nem bírok nélküle élni. Nagyon fontos nekem az, hogy ki tudjak kapcsolódni. Ezért sokszor úgy érzem, hogy muszáj kicsit jazzzel foglalkoznom, kell szerveznem magamnak koncertet. Bennyivel szeretek jazz játszani, mert nem azt hallom, amit általában a jazz trombitásoktól. Én még zenekarban valóban soha nem hallottam, most hallottam először. Nagyon-nagyon jól csinálja. Nem értem, hogy miért hagyta abba. A jazzben adhatom igazán ki az érzelmeimet. Nincsen kotta, ez egy hatalmas érzés, miközben azt játszik az ember, ami belőle jön. És ez engem mindig felüdít és kikapcsol. A klasszikus zenében nekem az a kihívás egyenlőre, hogy a szabadságot megtaláljam. A döntőt nagyon várom. Eddig inkább lírai áriákat, dalokat énekeltem, most egy kicsit drámaibbat fogok. A virtuózok színpadán Béri Benjamin. Pastore,
povero ragazzo voleva raccontarla. E sa dormì. Bravo! Köszönöm. Azt nem tudom, figyelted-e, de megállt a levegő a stúdióban. Na, halljuk, hogy a zsűrinek van a levegője elmondani a véleményét. Gergő,
Benjamin, amikor legelőször meghallottunk, akkor azt mondtam neked, hogy kincs van a torkodban, legyen türelmed. Nagyon örülök, hogy sokszor találkoztunk azóta. Nagyon örülök, hogy elhoztad ezt a darabot, és megmutattad a hallgatóságnak, mert tényleg csodálatos darab. Úgy gondolom, hogy azért ezt a drámai feladatot megoldottad, de igazán érett produkció azért ez majd még később lesz, de nem baj. Kincs van a torkodban, legyen türelmed, és nagyon-nagyon nagy jövőt jósolok neked. Köszönjük a produkciót. Köszönöm szépen. Mindvégig nagy rajongód voltam, Benjamin, és azért azt nem gondoltam volna, hogy okozol meglepetést. Itt a kisfilmben hallottuk, hogy elmondtad, hogy neked a jazz az nagyobb szabadságot ad, és itt még azért nem igazán találtad meg. Szerintem neked pont a virtuózok döntője kellett ahhoz, hogy ezt a szabadságot egy kicsit megízleld, mert most azért úgy belemertél állni jobban a feladatba. És a Gergős csatlakozva tényleg nagyon jó úton haladsz. Nagyon jó mestered van, de az ilyen típusú énekesnek én csak azt tudom ajánlani és tanácsolni, hogy ahogy én is tettem annak idején, hogy járjon Olaszországba a mesterkurzusokra, tanulja el az olasz éneklésnek az egyszerűségét, és pontosan azért, hogy ne váljon manírossá. És te ezen az úton nagyon jól haladsz, ezek a segítségek, ezek a kis felkapkodott dolgok meg majd csak segítenek abban, hogy kiteljesedj. Gratulálok! Gyönyörű Köszönöm volt! Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönjük a zsűrinek. Az az igazság, hogy ugye mi találkoztunk a virtuózokon kívül is máshol, és én egy ilyen vidám fickónak ismertelek meg téged, állandóan vigyorog, most pedig egy ilyen nagyon fájdalmas, mélyen átél dolgot hoztál, de gondolom, hogy ez azért a mindennapi életben nem jellemző rád. Mióta van barátnőm, azóta nem, egyébként előtte... Szerintem, hogy fordítva mondod. Azóta igen, nem. Előtte nagyon is jellemző volt, de mostanában is előfordul. De azért inkább a vidámság az számít, az dominál, nem? Igen, de szükségem van erre is, és arra is, mindkettőre. Nagyon szépen köszönöm, gratulálok! Köszönöm szépen! Hölgyeim és uraim! A nagyoknál is hallhattuk mind a három versenyző produkcióját, a Virtuózok színpadán találkozhattak Kristóf Rékával, Lukács Gergellyel és Béli Benjaminnal. Kedves zsűritagok, most utoljára kérünk arra titeket, hogy hozzátok meg a döntést. Önöknek pedig megmutatjuk az elhangzott 9 produkciót röviden, és azt is, hogy mit nyerhetnek a legsikeresebbek. Dottor!
A fődíjat az Erste Bank a Virtuózok pénzügyi mentora biztosítja. A közönség által megszavazott fődíjas egy éven át havi bruttó 1 millió forintot, a két korcsoport győztes egy éven át havi bruttó 500 ezer forintot nyer. Az Ármel Opera Fesztivál a két korcsoport nyertese számára koncertfellépési lehetőséget biztosít Londonban, a London Mozart Players kíséretével és Berlinben a Berlin Philharmonia koncerttermében. A győztes pedig felléphet a New York-i Carnegie Hallban. Ármel Opera Fesztivál. A virtuózok nemzetközi útja. A tehetségek koncertjeik helyszínére a Neckermann utazási irodákkal utaznak. A nagyok elődöntőjében volt egy versenyző, akit a zsűri egy hosszas vita után végül nem juttatott tovább. Balázs János azonban ebbe a döntésben nem tudott belenyugodni. Nagyon dühös vagyok, hogyha nem ír felül mindent az a fajta zenei produkció, amely lélektől lélekig hatol. Ha megtörténik, akkor nem tudok belenyugodni abba, hogyha ő nem kapja meg azt az elismerést, ami jár neki és a tehetségének. Azért, hogy a tehetségedet gazdagítani tud, összedugtam a zsűritársaimmal a fejemet és a virtuózok stábjával, és most a Kis Virtuózok Alapítvány nevében szeretnénk téged megajándékozni egy 1892-ben készített osztrák mesterhegedűvel. Gyönyörű! Azt a mindenit! Próbáld ki! Hát egészen fantasztikusan szól a kezedben. Van még egy meglepetésem a számodra. Szeretnék neked adni a Cifra Fesztivál nevében egy mentor program támogatást. Úgyhogy ezt is fogad szeretettel. Nagyon szépen köszönöm. Van egy olyan érzésem, hogy ezt a hegedűt te hamarosan meg fogod megszólaltatni. Nem tudom, önök hogy vannak vele, de én már nagyon kíváncsian várom, hogy Szófia mikor próbálja ki a hegedűjét a színpadon is. Önök pedig hamarosan megtudhatják, hogy a Virtuózok harmadik évadában kik lesznek a korcsoport győztesek. Azonban idén önök is választhatnak. Az elődöntőbe jutott 27 versenyző közül szavazhatnak, ki lesz 2017 közönség kedvence. A Virtuózok applikációján vagy SMS-ben a 0620, 30 vagy 70, 44, 22, 999-es számokon voksolhatnak. Ha SMS-ben szeretnék ezt megtenni, akkor a kedvencük keresztnevét küldjék el. A szavazás lezárása és az eredményhirdetés előtt azonban egy újabb sztárvendéget köszöntünk itt a Virtuózok színpadán. Fogadják szeretettel a világhírű trombita művészt, Szergej Nakarjakovot! Tizenkét évesen a trombita Paganinije. 15 évesen exkluzív szerződés egy hamburgi lemezkiadóval. A fiatal orosz tehetség, aki a világ nagy koncerttermeiben zenél. 2002-ben az év hangszerese, 2006-ban zsűritag a BBC az év fiatal muzsikusa versenyén. Egy ilyen műsor létrehozása, mint a Virtuózok, hatalmas ötlet. Lehetőséget ad a fiatalabb közönségnek és szüleiknek, hogy megismerjék a klasszikus zenét és megtapasztalják, mennyi örömet okoz. Azt tanácsolom a fiataloknak, hogy ne a karrierépítésre koncentráljanak, hanem szeressék és tiszteljék a zenét. A Virtuózok színpadán Szergej Nakarjakov. Thank you.
Hölgyeim és uraim, a virtuózok színpadán, Szergej Makarjakov. Szergej, what is your first impression about our competition about virtuosos? Well, this is a great event for classical music. It's a great international event, and I'm sure it will attract a lot of new audience to the world of classical music, which is wonderful. Thank you so much. Arra a kérdésre, hogy milyenek voltak az első benyomásai a virtuózokról, Szergej Rakarjakov azt mondta, hogy ez egy nagyszerű esemény, és reméli azt, hogy új és új hallgatóságot fog ez megnyerni a klasszikus zene számára. Hölgyeim és uraim, nem csak neki köszönjük a közreműködést, hanem a Liszt Prima Primissima díjas és Kossuth díjas karmesterünknek, Medvecki Ádámnak és a Magyar Állami Operaház zenekarának. Hamarosan lezárjuk a közönség szavazást, és az is kiderül, hogy kik lesznek a korcsoport győztesek. Előtte azonban következzen egy összeállítás a mai 9 versenyző döntőig vezető útjáról. Applikáción és SMS-en keresztül a virtuózok közönség díjasára eddig tudtak szavazni. A szavazást ezennel lezárom. A nyertes nevét a jövő héten a fináléban hirdetjük ki. Hölgyeim és uraim, hát elérkeztünk a mai este és a virtuózok harmadik szériájának egyik legizgalmasabb pillanatához, a legfontosabb pillanathoz, az eredményhirdetéshez. Ebben pedig a 2016-os Miss World Hungary első udvarhölgye, Ocella Eszter lesz segítségünkre. Kedves nézőink, kedves közönségünk, kezdődjék az eredményhirdetés. Az elmúlt percekben a zsűri tagok összedugták a fejüket, hogy eldöntsék, hogy az itt látható 9 hihetetlenül tehetséges virtuóz közül kik lesznek a korcsoport győztesek, és kik viszik haza a rangos díjakat. Azt hiszem, bátran azt lehet mondani, hogy az elmúlt 6 hétben rengeteg felejthetetlen pillanatban volt részünk, úgyhogy ha valamikor, akkor most abszolút nem irigyeltem a zsűri tagokat. Mielőtt azonban megtudnánk a nyertesek nevét, arra kérlek benneteket, hogy értékeljétek a mai fordulót. András! Hát egy csodálatos este után vagyunk.
És én azt gondolom, hogy amikor most beszélek, akkor nem csak a magam nevében beszélek, hanem rajtam keresztül nagyon sokan, akik az utóbbi hetekben megszólítottak itt, meg ott, és megköszönték rajtam keresztül nektek elsősorban, és persze a televíziónak és a zsűrinek, hogy ilyen Isten áldotta ajándékokkal leptetek meg, mert valami elképesztő hatással vagytok az emberekre, és ez az, ami a Virtuózoknál az első pillanattól kezdve érezhető volt, hogy valami hiányzott itt az embereknek, amit most megkapnak a ti művészeteteken keresztül, és hát természetesen a korábbi virtuóz generációknak a művészetén keresztül. Igazi május ünnep volt, tavasz ünnep volt ez az este, hogy az egyik darabra, Richard Strauss darab címére, tavaszi ünnepre célozzak. És ti vagytok a májusi ifjak, nem a márciusi ifjak, hanem a májusi ifjak, és ez óriási örömmel töltött el mindannyiunkat. Ezt azért mondom el, mert nyilván majd most három nevet kell mondani, akik tovább jutnak, illetve hát díjat kapnak, de nem ez az érdekes. Az az érdekes, hogy valami olyan kisugárzás volt itt ma este, ami mindenkinek emlékezetes lesz. Emlékezetes lesz az, hogy itt felfedeztünk csodákat, felfedeztünk hangokat, felfedeztünk hangszereket, hangszerjátékosokat, rácsodálkoztunk arra, hogy hogyan lehet ezeken a hangszereken, amiket egészen más profilból ismertünk, ilyesmit előhozni, és hát emberi torokból, és ez egy különleges élménye volt a virtuózoknak az idén, hogy ilyen csodálatos énekesek jöttek el hozzánk, és hogy emberi torokból ilyen dolgok hallatszottak. Úgyhogy hát én csak a legnagyobb elismeréssel tudok szólni, és valóban nagyon-nagyon meg vagyunk hatva. Szinte azt lehet mondani, hogy könnyekig. És hát így adom át a szót a többi zsűritársamnak. Gratulálok szeretettel, és a jó Isten tartson meg benneteket. Köszönjük szépen. Gergő, te hogyan értékeled a mai estét? Nagyon-nagyon jó volt hallgatni titeket. Örülök, hogy ez a verseny így a harmadik évre oda jutott, hogy Richard Strauss-t, Sostakovicsot lehet játszani benne és az emberekhez közel vinni. Fantasztikusan komplett produkciók voltak. A döntés tulajdonképpen könnyű volt, de azért volt könnyű a döntés, mert eljutottunk oda, hogy itt áll előttünk 9 versenyző, aki bármikor megnyerhetné ezt a versenyt, bármikor lehetne kategória első. Itt most az döntött, hogy a darabválasztás, vagy éppen a ma esti produkció sikerültsége milyen fokot ütött meg, de nem a tehetségeteket méri ez a mai eredmény. Úgyhogy senkit nem sajnálunk, mert itt mindannyian nyertesek vagytok valóban, mindannyian a tehetségkutató megtalált titeket, a tehetségeteket. Lesz most 3 név, és az élet megy tovább. Nagyon-nagyon gratulálok, és mindannyiunk nevében köszönjük ezt a csodálatos élményt. Elsőként a kicsik korcsoportjának az eredmény hirdetése következik. Amira, Balázs és Alexander, kérlek lépjetek előrébb. István, arra kérlek téged, hogy egyenként értékeld őket. Alexander, igazából azt kell mondanom, hogy te szinte a példaképpen nőtted ki magad az elmúlt pár műsor alatt, és hihetetlenül lenyűgözően csellózol. Nagyon büszke vagyok rád, és mivel már van most egy kevés múltunk, én azt tudom biztosan állítani, hogy valamilyen formában nekünk lesz, aztán jövőnk is. Figyelemmel fogom kísérni a pályafutásodat mindenképpen. Balázs, neked kiváló arányérzéked van, nagyon-nagyon szépen zongoráztál, stílusérzéked, letisztultságod, darabválasztásod mind lenyűgözött, és szóval mind a hárman tulajdonképpen úgy játszotok, mint a felnőttek, azzal a plusszal, hogy gyerekek vagytok. És mindenképpen ezt tartsátok meg, ez a fajta szüretlenség és ez a fajta közvetlenség, ami később elmúlhat, de bennetek nem újjon el semmiféleképpen. Amirának pedig a ma esti produkciója, hát lenyűgöző volt ez a darab, olyan, mint hogyha neked írták volna. Kiválóan áll neked a színpad, ez a gyönyörű ruha, és minden úgy, ahogy nagyon kerek volt. Úgyhogy gratulálok. Kérlek István, akkor nevezd meg azt a versenyzőt, aki a kicsik korcsoportjának győztese lesz. Abuzakra Amira.
Hölgyeim és uraim, a kicsit kor csoportjának győztese tehát Abu Zahra Amira. Nyereménye egy külföldi koncertfellépés, és hát vele találkozhatnak egy hét múlva a Virtuózok fináléjában, hogy megküzdjön az önök szavazataiért, illetve a Virtuózok fődíjáért. Ilyen érett hegedű hangot, ilyen érett hegedülést és muzsikálást nagyon rég hallottam. Egy olyan élményt adtál most mindannyiunknak, amire emlékezni fogunk 40 év múlva is. Erre vágyunk mindannyian művészek, hogy valami ilyesmit váltsunk ki az emberekből. Másodjára a Tinik korcsoportjának eredményhirdetése következik. Gyöngyvér, Zoli és Rádu, kérlek lépjetek egy kicsit előrébb. János, téged kérlek arra, hogy egyenként értékeld őket. Zoli, téged nagyon-nagyon szeretünk, hiszen egy gyönyörű szép lelked van, és azt a gyönyörű szép lelkedet meg tudod mutatni a hangszered által. Drámai és tiszta előadásmódot hallhattunk most a szó legnemesebb értelmében. Köszönjük szépen az élményt a zsűritársaim nevében is. Gyöngyvér, hát egy nagyon-nagyon vagány lány vagy, én nagyon bírlak téged, és hát az, hogy itt megmutatod a Virtuózokban az ütőhangszerek kavalkádját, az egészen példaértékű, és ez mellett van benned egy nagyon-nagyon nagy alázat, és nagyon színes egyéniség vagy. Én biztos vagyok benne, hogy jövőben ezt te maximálisan ki fogod tudni használni, és nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy ilyen hangszer itt lehet te általad, aki ilyen magas minőségben képviseled. Radó, te pedig egy zabolátlan virtuóz vagy, megeszed reggelire a hegedűt, és tündökölsz a színpadon, olyan egyéniséged van, amit magával ragadó, és mindenki nemhogy befogad, hanem el is ismer. Úgyhogy gratulálok mind a hármatoknak, fantasztikusak vagytok. Akkor most arra kérlek, hogy nevezd meg azt a versenyzőt, aki a Tinik közül a legjobb. Van szerencsém bejelenteni, hogy 2017-ben a Tinik korcsoportjában a győztes nem más, mint Kis Radu. A Tinik korcsoportjának győztese tehát Kis Radu. Nyereménye egy külföldi koncertfellépés, és őt is várjuk egy hét múlva a Virtuózok fináléjába, ahol majd megküzd az önök szavazataiért. És ő is versenybe száll a Virtuózok fődíjáért. Ez a produkció még nincsen készen, de már most többet ér, mint mások kész produkciója. Erről a darabról lesz szó, akkor mindig te leszel előttem. Én vennék jegyet a koncertedre. Elfelejtettük, hogy itt egy ember áll, itt egy manó. Egy manó áll. Micsoda este, de hát az izgalnak még korán sincs vége. Következzen Réka, Benjamin és Gergely, vagyis a nagyok korcsoportja. Erika, kérlek egyenként értékeld őket. Én azt hiszem, még soha nem izgultam annyira, mint ma este, talán a diplomakoncertemen legutóbb. Akkor voltam ilyen izgalommal, hogy úristen, mi lesz itt ma este, hogy fogtok énekelni, hogy fogsz játszani, Gergely. Mindhárman igazi versenyzők vagytok, akik, mint egy jó sportoló, a döntőre hoztátok a formátokat, a legjobb formátokat. Réka tökéletes darabválasztással, egy tökéletes előadást láthattunk, egy igazi színpadi produkciót, az első pillanattól az utolsóig. Gergely, a te előadásod olyan volt, mint egy elbeszélő költemény. Alig várom már, hogy lemezed jelenjen meg, hogy majd amikor relaxálnom kell, meg ideges vagyok, akkor tettél be a te lemezedet, lenyugodjak és örüljek az életnek, magamnak. Béri Benjamin, igazából nem is tudod, hogy mekkora felelősség van rajtad. Nem is tudom, hogy 100 vagy 200 évben születik egyáltalán, főleg Magyarországon ilyen típusú hang, mint a tiéd. Nagyon ritka dolog. Vigyázz rá, mint a saját gyermekedre. És csak annyit tudok mondani, hogy ezt a dalt, vagy bocsánat, áriát, amit énekeltél, ezt valamikor Caruso mutatta be. Hát reméljük, hogy a mi Benjaminunk is olyan magaslatokba jut el, mint Caruso, úgyhogy tényleg gondolj erre, mindig. Tökéletes és gyönyörű volt. És eljött a pillanat, kérlek nevezd meg azt a versenyzőt, aki a nagyok korcsoportjának győztese.
Biztos, hogy meg kell neveznem? Csak egyet? Ma Kristóf Réka nyert. A nagyobb korcsoportjának győztese tehát Kristóf Réka. Nyereménye egy külföldi koncertfellépés, és őt is várjuk egy hét múlva a Virtuózok fináléjába, hogy küzdjön a Virtuózok fődíjáért, illetve az önök a nézők szavazataiért. Szájtátva hallgattam. Nagyon szép fénybe van a hangod. Úgy vibrál a hangod, és annyira célba ér, hogy ez engem nagyon megérintett. Számodra nincs határ, én úgy érzem. Ez egy olyan produkció volt, amit nagyon kevesen tudnak. Hölgyeim és uraim, a korcsoportok győztesei, a három finalista, Abuszakra Amira, Kis Rádu és Kristóf Réka. Egy hét múlva a fináléban kiderül, hogy közülük kiutazik Londonba, Berlinbe és New Yorkba. Hölgyeim és uraim, ez volt tehát a Virtuózok döntője. Mi szívből gratulálunk nem csak a három korcsoport győztesnek, hanem bizony mind a kilenc versenyzőnek, hiszen azt hiszem fantasztikus produkciót nyújtott mindenki. Gratulálunk nekik! Egy hét múlva, július 2-án a Virtuózok fináléját láthatják. Akkor a három korcsoport győztes csap össze az önök kegyeiért. Ne feledjék, a zsűritagok itt már nem szavazhatnak, kizárólag véleményezési jogkörük lesz majd. Úgyhogy önökön, a nézőkön múlik majd, hogy ki lesz a Virtuózok abszolút díjasa, ki nyeri meg a 12 millió forintot. Szavazni a három finalistára mostantól az adás végétől lehet egészen a finálé végéig. Kétféleképpen is voksolhatnak, SMS-ben vagy a Virtuózok ingyenes applikációján keresztül. Döntsék el tehát önök, ki legyen a Virtuózok fődíjasa. Ha SMS-ben szavaznak, akkor csak annyi a dolguk, hogy a 06-20-30-70-44-22-999-es számra elküldik annak a nevét, akinek a produkciója a legjobban tetszett. Az üzenet természetesen alapdíjas. A telefonszámokat és a kódokat a képernyőn láthatják. Ha önök azt szeretnék, hogy Amira nyerje a fődíjat, akkor küldjék az Amira szót erre a számra. Ha viszont önök szerint Kristóf Réka érdemli ezt meg, akkor a Réka szót küldjék el. Ha jövő héten pedig a Virtuózok abszolút győzteseként Rádut szeretnék látni, akkor a Rádu nevet pötyögjék be. Ne feledjék tehát, a három tehetséges ifjú sorsa innentől kezdve az önök kezében van. A szavazás menetéről pedig mindent megtalálhatnak a virtuózok.hu oldalon, vagy pedig a Teletex 732. oldalán. Hölgyeim és uraim, a szavazást ezennel elindítom. Egy héten át szavazhatnak egészen a jövő heti finálé végéig, tehát akkor derül ki, hogy ki lesz a Virtuózok fődíjasa. A jövő pénteken Boros Misi mellett egy Star Wars crossovert hallgathatnak meg a budafoki Doknányi zenekar és a 9 döntős előadásában. Várda István is megszólaltatja a sokat emlegetett Stradivariát, valamint készülünk önöknek egy meglepetéssel is. A mai műsorban hallott produkciókat pedig visszanézhetik a virtuózok.hu oldalon. Ott egyébként más érdekességeket és kulisszatitkokat is találhatnak. Nézzenek be hozzánk! Ne feledjék, a döntés az önök kezében van. Szavazzanak! Várjuk önöket egy hét múlva a fináléban. A viszontlátásra! Viszontlátásra!